Az idei év első ülését tartotta meg a Völgységi Önkormányzatok Társulása. Két fontos napirendi pontja volt a mai társulási tanácsülésnek. Egyrészt a 2019-es év költségvetését fogadta el a társulás, másrészt pedig abban is döntöttünk, hogy kiírjuk újra a közművelődési pályázatot, amely nagyon sok településen, hagyományosan a falunapokat és egyéb rendezvényeket támogat évről évre. Összességében 2.300.000 forintos keretet szabtunk meg a költségvetésünkből. Ezekre a célokra bízunk benne, hogy idén is nagyon sok pályázat érkezik majd a társulás felé. Január 1-től a házi gyermekorvosi ügyelet is megoldódott. Ezt egy új gyermekorvos látja el, derült ki a beszámolókból. Azt gondolom, hogy egy nagyon jó évet zártunk, azzal, hogy a ciklus elején olyan csoportosulásban állt föl a társulás, a megszűnést teljesen elkerülve és a társulás felosztatását, hogy mindenki megelégedésére tagok egy, tagok kettő, tagok három csoportba osztotta minden település saját magát, attól függően, hogy milyen feladatok ellátásában közösködik a társulásban. Innentől kezdve gyakorlatilag minden fekete-fehér, minden települési önkormányzat a saját döntése alapján olyan feladatot vállal önként, és kötelezően természetesen jogszabályi feltételeket betartva, és a törvény általi előírtaknak betartásával, amit muszáj neki meglátni, és amit saját maga dönt. Ezért a hozzájárulások is ennek a mértékében zajlanak, úgyhogy innentől kezdve elégedettség van a társulásban, hogyha ezt mondhatom, hiszen senkire nincsen semmi ráerőltetve, és az biztos, ezt összefoglalóan elmondható az elmúlt évről is, meg az idejéről is, pont ennek a felosztásnak köszönhetően, hogy egyenként, külön-külön egy-egy kisebb település ezeket a feladatokat nemhogy nem tudna ellátni ilyen színvonalon, hanem egyáltalán lehetősége sem volna, hiszen nincs meg hozzá a kellő forrás, a humán erőforrást és sok mindent mást lehetne mondani, ezért van értelme együtt, közösen összefogva társulás formájában ellátni mind a szociális feladatokat, amelyeket a törvény ír elő számunkra, mind pedig azokat a plusz feladatokat, amelyeket önként vállalunk, ilyen a belső ellenőrzés vagy a Völgységi Levélnek a megjelenése például. A társulás 2004 óta működik, évente 6 ülést tartanak. A Bonyhádi járás 25 településén társulási összefogásban lát el kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatokat.